Lövöldözés volt Chicago egyik külvárosában, Highland Parkban a függetlenség napja alkalmából tartott felvonuláson. A rendőrség bejelentése szerint 5-en életüket vesztették, és 19 embert kórházba kellett szállítani. A hatóságok lezárták a település belvárosát, és nagy erőkkel kutatnak az elkövető után. Az egyik szemtanú szerint legalább 20 lövés tördült el a tömegben, ahol pánik tört ki, az emberek fejvesztve menekültek a felvonulás helyszínéről. Az elmúlt hónapokban ismét felerősödtek a fegyvertartás szigorítását követelő hangok az Egyesült Államokban, miután májusban egy 10 és egy 19 áldozatot követelő lövöldözés is történt az országban.